Az elmúlt időszakban gombamód szaporodtak azon intézmények, melyek vezetői saját hatalmukkal visszaélve a járványügyi szabályozásokra hivatkozva korlátozásokat vezettek be, melyek megkeserítették az emberek mindennapjait. Először a munkahelyek és az egyetemek, azt követően pedig a közép- és általános iskolák is. Központi szabályozás hiányában gyakorlatilag olyan rendelkezéseket hozhattak, amilyeket akartak. A Mi Hazánk mozgalom szerint éppen ezért itt lenne az ideje az állami szintű fellépésnek, hogy gátat szabjunk a teljesen túlzó és értelmetlen korlátozásoknak. Ahogy az várható volt, a nyár végeztével ismét kezdetét vette a koronavírussal való riogatás. A kattintásvadász média egyetlen alkalmat sem szalasztott el a halálkampányra. Ezúttal a Delta variánsra hivatkozva akarják megmagyarázni nekünk, hogy most mi meghalunk. Jó látni, hogy a magyar társadalom jelentős része már immunissá vált erre az őrületre. Ez sajnos nem mondható el azonban a vezetői pozíciókban ülőkről. Számos munkahely még a kánikula kellős közepén is arra kötelezte a dolgozóit, hogy maszkot hordjanak. Ezt a káros gyakorlatot a tanév kezdetével és a rémhírkerjesztő cikkek hatására átvették az egyetemek is. A szigorításokban sokszor egymással licitálva. Van olyan, ahol a hallgatóknak a másfél-két, extrém esetben 3 órás előadások teljes ideje alatt maszkot kell viselniük. Később a szigorítók listájára csatlakozott a közép- és általános iskolák legjobb is. És mint meg annyiszor korábban, ezúttal is teljesen következetlen és logikátlan szabályozásokkal. Van olyan iskola, ahol azt mondták, hogy a vírus 5-től igazán veszélyes, ezért az alsósok mentesülnek a kötelező maszkviselés alól. Mások viszont úgy ítélték meg, hogy óvodán felül mindenki veszélyeztetett, ezért mindenkinek el kell takarnia az orrát és a száját. Megint mások pedig úgy vélik, hogy az alsósok csak a folyosón fertőznek, a felsősök és a tanárok pedig a tantermekben is. Jól látható, hogy központi szabályozás hiányában teljesen kaotikus rendelkezések születnek, a diákok pedig ki vannak téve a tanárok és az igazgató kénye kedvére. A munkahelyeken sem jobb azonban a helyzet. A dolgozók, nem egy munkai rosszulét fakadt már abból, hogy például okáért egy dolgozót 8 vagy akár 12 órán át megfosztanak a friss levegőtől, és az arcát egy textil darabból való eltakarásra kötelezik. Még a legnagyobb hajtás kellős közepén is. Az ilyen légkondicionált irodákban megfogalmazódott rendelkezéseket alig hanem olyan emberek hozták, akik legfeljebb egy-egy 5 perces folyosói sétarejéig viselnek maszkot, aztán beülnek szépen a kellemes kis irodájukba kávézgatni. Ráadásul Orbán Viktor is azt nyilatkozta egy rádióinterjúban, hogy ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy a maszk megvéd minket. A maszk nem véd meg minket. Ennek fényében különösen indokolt lenne a kormányzati fellépés. Főleg, hogy a gyermekek körében bizonyítottan kevésbé veszélyes a koronavírus. Azok a szülők, nagyszülők, tanárok és dolgozók pedig, akik félnek a fertőzéstől, már beoltathatták magukat, akik pedig az immunrendszerükben jobban bízzak, azok még a kormány zsarolásának sem engedtek, és továbbra sem kérik a vakcinát. Fontos leszögeznünk azonban, hogy a Mi Hazánk mozgalom nem a maszkok betiltását követeli. Hogyha van valaki, aki azt mondja, hogy a második, harmadik vagy akár a negyedik oltás után is szeretne maszkot viselni, annak semmi akadálya, és őt emiatt semmilyen szankció nem érhető. Aki viszont azt mondja, hogy már felvette az oltást, vagy csak egyszerűen jobban bízik a saját immunrendszerében, és neki erre nincs szüksége, őt ne fosszuk meg a friss levegőtől. Ez különösen igaz a 14 év alatti gyermekekre. Éppen ezért arra kérjük a kormányt, hogy hozzon olyan rendeletet, amely megtiltja a tanintézmények és a munkahelyek számára, hogy a jelenleginél hatályos, vagy a jelenlegi hatályos jogszabályoknál szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezessen be. Különösen annak fényében, hogy ezek legjava teljesen következetlen, értelmetlen és hatástalan.